gyerekek. Turkish Airlines-ra fel kell ülni, sajnálom. Én nekem most tudod, miket dobált be? Igen. A Turkish Airlines. Igen. A Törökországban két dologért járnak, hajbeültetés, meg teljes protézis. Mármint fog. Igen. Nekem is azt dobálja, igen. Ilyen videókat dobál föl folyton, hogy megy a csám, hogy le van fűrészelve már az összes fogat. Igen. Elő van készítve. És rárakják a koronát. Aha. De amúgy, baszki, amiket ott mutatnak, mármint ilyen török gyógyászati központok, baszott. Nagyon brutál egyébként. Antiköszi a 16-ot. Hát néztem amúgy, 2x4000 szál, 1 millió forint. Csak mondom. 2x4000 szám. Hát mert egyik oldalra is 4000, meg a másikra is. Szám. Tehát, hogy... Tessék? Nem tudom, soknak számít. Nem, az kb. A fullos. Kétszer 2000-ről kezdődik, azt hiszem, vagy 2x1500. Tehát olyan is van, hogy ha nem akar sokat átültettetni. De olyan, mondjuk nekem olyan... lehet annyi is elég lenne. De akkor már tudsz így okoskodni, nem? Tehát azt mondod, hogy akkor mondjuk figyelj, legyen 2x500, de azt utána keresztbe fésülöd, amikor megnő, és akkor nem kell... Nem igen, kell és lehet kombózni, hogy 500-at hátulról vegyenek le, 500-at a seggedről, vagy 1000-et a fanszörzetből, és azt ültessék át, tehát így lehet kombóztatni. Igen. És olyat is lehet, hogy én a te... Olyat is lehet, igen. Mint a donoroknál, tudod. Nem máj donor, hanem az egy sekszőr donor, persze. Hogy már bele, hogyha a Miki egeredett egy rózsaszín göndör fűrtel töltött. Nem, bocsánat, nem rózsaszín, hülye vagyok. Mondjuk Viktortól kérsz kemény vöröset. Hallod, inkább legyek kopasz. Na re! Akkor maradok kopasz. Aha, itt van, tényleg ez az. Tényleg itt lesz lent. Szefi barátom jól mondta. Hát, ja. Vagy 200 IQ-ba, azt szokták még, hogy nullással lenyírod, tudod? És igen. A maradékot, ahol nincs, kitetoválják egyenesre. Ilyen pöttyökkel, és mindig lenullás képezed, és akkor olyan, mintha lenne egy szép hajvonalad. Én amúgy el tudnálak képzelni téged ilyen full Johnny Sins-be. Tehát, hogy ilyen atomi. Amúgy simán. Egyszer lenyírtam, akkor még nem voltunk így ismerősök. Emlékszel? Emlékszel? Volt csumakor, de ilyen fejtin kopasz? 2000, hát úgy, hogy nullás géppel lenyomtuk. De akkor még a pöttyök látszottak, de nem ilyen borotválós. Aha, látszottak a pöttyök, aha. 2019 karácsonyakor, vagy valami ilyesmi volt. És ja. Nem volt jó? Kurvára nem. Nem tetszett? Az a baj, bazzak, hogyha nullással lenyírod, látszanak a pöttyök. És ugyanúgy látszik, hogy kopaszod, szóval annak semmi értelme. Aha. Itt vagy teljesen le kell, tudod, borotfával. Igen. Tehát az meg, hát tudod, ki fogja mindig borotfálni a fejét, hát biztos sem. Úgyhogy Turkish Airlines a megoldás, sajnos. Turkish Airlines. Szia, Ladi. Igen. Csáfanti. Látja, és már jönnek a sekszőr felajánlások nálam a cseten. Lehet, hogy nem is kell fizetnem érte, hanem összejönnek sekszőrből. Meg fanszörzetből a izé. Beültetni való. Köszönöm, srácok, köszönöm. De én azt is mondhatjuk egyébként, hogy én még növeztem egy kicsit, és utána visszavágom, és azt odaadom neked. Jó. Jó, szerencsés vagy, neked annyi hajad van, hogy hagyjuk. Nevetséges. Na, valami üllőt kell keresni, vagy mi? Egyébként bőven vállal áért. Szerinted, hogy ezt így levágatom, mennyit adnak érte? Hát, azt hiszem, nem tudom amúgy, de az nem úgy van, hogy minimum 20 vagy 30 centi kell, hogy legyen. Rabba azt tudják feldolgozni. Filmért ennyi hajam már van? Komolyan. Hát bőven vállal áért. Az brutál. De mit, meddig akarod te azt növeszteni amúgy? Amúgy nem növesztem, nő magától. Tehát, hogy jó, de hogy... De hogy, tehát azon, tehát most az a cél, hogy ezt megnöveszted, vagy hagyod nőni, és akkor egyszer csak így vissza 2 centisre? Vagy simán olyat? Lehet, hogy egyszer megunom, és akkor levágatom. De most megtaláltam a kalózkalapot, már nyilván ahhoz ki kellett bontanom a hajam, meg levenni a fejhallgatót, hát az egy egészen más élmény lenne itt a streamen.
két kézzel jelentkeztem. Adom. Aha, meg vagyok. Na, most kellene akkor nekem innen hazajutni valahogy. Az hol van itt, nem tudjátok? Itt lesz balra, erre emlékszem. Most hol megyek itt haza ezzel a csicska hajóval? Tehát ezzel nem tudok sehol se kikötni. Van egy minimum hossz, aminek meg kell lenni, hogy adományozni lehessen. Na jó, de mennyit ér ugye? Mi az, hogy adományoz? Mi az, hogy mennyit ér adományozni, Avi? Te hova gondolsz? Mi? Ez hülye. Na egy ilyet kell keresni. Adományozom én pénzért, miről beszélsz? Jó, mondjuk krappának adok ingyen. Kösz, haver! Akkor ha is odavinném, tudod, hogy na ezt kéne beültetni. Akkor ez lenne az. Azt kell beírni, hogy bones. Azt írjátok be, hogy bones. Jó? Hogy bones. Na, kell nekem egy olyan hely, ahonnan tudok teleportálni, meg hajót cserélni. Oda kellene mennem? Baszdmeg, megint nem találom ezt a szart. Pedig tudom, hogy itt van. De ott rohangálsz, én meg a nyílt vízen vagyok izével. Egy dóval, és próbálok váltani. Nice. Hajtípustól függ szerintem, tehát nyilván egy eredeti vörös haj többet ér, mint a gyakori barna. Na, rögtön már ez is. Viktornak ez is könnyebb. Nézd meg! Viktor is, könnyebb is. Jó, én ezt nem találom, menjünk a te treasure-ödre. Nekem van. Az előbb néztük, hogy ott van három mapod. Ja, már olyan, mint ami recent, és mondtam is, hogy abból a kettő olyan, amit konkrétan együtt csináltunk meg a múltkori streamen. Tudod, az a rákos, meg az, csak nem tűnik el. Ja, hogy ez utána nem tűnik el. Hát nekem úgy tűnt, hogy nem tűnt. Persze, a hagymát hiába vágná le a vid. A hagymát ültetik be, persze. Nem, csak vicceltünk. Mikor ott így befűzik? Befűzik a fejbőrödbe. Így tűvel, tudod, mint a cérnát. Nem. Szerinted láttad? Szerintem kamuzol. Ez az, nem? Ónak a fasza. Téged nem idegesít, hogy szinte csak balfülesen hallod, hogy szaladgál a karakter? Hát nem, mert be van rakva a jobb füle is. Vagy miért? Egyik irányból hallatszódik tényleg? Az meg tényleg! Eddig nem figyeltem rá, de most már fogok. Valaki tiltsa ki. Valaki tiltsa ki Ladit. Kösz! Elrontottad az egész játékélményem. Szia, de nem lehet, hogy véletlen monóra állítottad a játékot? Mármint, hogy ha úgy hallod, nem úgy kéne hallanod. 7 fonsz. Most jobb? Most jobbnak tűnik. Na, akkor jó. Csak hát engem van az a gémben, hogy az ágyú egyenesen áll, de a golyó, amikor lövöd, van benne egy 70 fokos jobb kanyar. Azt én nem is figyeltem erre eddig. Vissza kell menjek, vegyek ágyú tölteléket a baloldaliba, mert nincsen a baloldali ágyomba, képzeljétek el. Milyen töltényed van ott neked? Menj le a csónakhoz, indulj el és fordulj el balra, ott lesz a fatövében. Csónak, balra, fatöve. De Géza, kinyitottam, már megcsináltam a videót róla, csak még Ritus vágja. Úgyhogy lesz content, imádni fogjátok. Egy óráig tartott, amíg kinyitottam azt a 40 szart. Fal tövébe. Lesz, csak még nem került ki a videó. Jó fele megyek, Oli? Kirksz, baszeg. Nem. De miért nem? Mondjad, hogy meregetsz. De az előbb mondta. Menj le és a fatő... Jó, de szarul mondja.
nem akarok nagyon ingyen élőnek tűnni, de volt már kócsorsolás? Nálam már tegnap megvolt, ma krappánál van. De várjál, nem lehet, hogy én ezt már... Megvan! Let's go! Na. Dig up the item. Hát de... Jóformán vágatlan lesz, de azért kell bele egy kicsi extra, tehát nem csak annyi, hogy elkezdem kinyitogatni. Lossy people relic. Na, valami durva találtál? Tudjátok-e. Azt mondja, poor company is now shared with you. Valamit fölvettél. Yes, kontraktos. Poor company. Jó. Na jó, dismisszeljük ezt most, köszi. Lesz Lucky, nagyon szép, nagyon szép. Elit nearby. Aha, ott van lent az elit hajó. Lesz. Olyat öltem tegnap. Ide visszamegyünk. Mindjárt beérek oda, ahol végre tudok hajót váltani. Persze, csak a show részét. Én tudtam nagyon jó, hogy hol van. Szerintetek nem. De most itt mi a faszt kell csinálni? Itt van ez. De nem ezt kell leadnom? Most többfajta ágyú töltelék van egyébként? Többfajta ágyú golyót lehet venni? Hát többfajta ágyú van. Az ágyútól függ, hogy milyen. Akkor ezért csak az egyik van kifogyva. És olyankor mi van, hogyha csak az egyik fajtát tudom megvenni? Nem... Hát de várjál, nincs hozzá meg a blueprintem, hogy tudjak venni ágyugolyót. De akkor gyártani nem tudok, akkor mondjuk venni még tudok attól tőle, vajon? Hát, meg lootolni is tudod. Ja, hát itt van, jó? Mindet megveszem. Még lejjebb kell mennem, az megint nem tudok portolni. Ez hogy track. Weapon blueprint longán. Nagyon szép. Torpedó! Hát várjál, lehet, hogy tudok torpedót gyártani, Avid. Ja, azt én. Hát az, hogy tudsz-e gyártani, azt nem tudom. Én a blueprintet már megvettem, de még nem léptem. Én is. Hát de megvettem a blueprintet, de ahhoz utána le is kell gyártani, nem? Hát persze, meg felszerelni a hajóra. Longan... De nincs itt a torpedó. Haló? Azt pedig megvettem. Na mehet a sorsi. Harmadik kód. Erre mindenki tud jelentkezni. A kövi szábos lesz, úgyhogy erre jelentkezzen mindenki. Nagyon szép. Oda kell mennem, onnan tudok majd portolni. Bonszos, azt kell benni, hogy bonszos. Azaz. Isten, mennyien jelentkeztek. Úrst. Nyertél? Igen, örcsin. Nem. Igen, de valójában nem. Én nem tudom, hogy nekem mit jelölget a térkép, de nagyon sok mindent jelölget. Itt csak haza akarok jutni. Beszélni akarok a Black... Csak haza akarok menni! Ubisoft, addig megnyitom a kódokat. De az is kéne. Na, hogy megmutassam. Én ezt akartam mondani, hogy most nagy fehér képernyőt látni nálad. Igen. Aha, itt írja is, hogy Premium Edition-os. Uh-huh. Ezek ez Premium kódok lesznek, haver. Na, ezt most én deliverelni szeretném. Ez 3, nem... 2, 1! Norman. Ja, én eddig, basszeg, én évek óta Normannak hívlak. Neked eddig is Norman volt a neved? Na mindegy, gratulálni szeretnék. Nem. Kék. 52-es Basiliscus 1-es ágyút. Már csak gratulálok, Norman. Kérlek, írj be a chatre, hogy elküldhessem a kódodat. Norman, haló! Ott van Norman, gratulálok. Suttogó üzenet, a harmadik kódot is kisorsoltuk. Oda kell menni. 4 darab Skull & Bones kódsorsolás. Ez milyen menő már? Ídni, megvan a kódod. Köszi a kakikat közben YouTube-on. Köszi. És akkor egy utolsó kód lesz, na, jó, erre most kíváncsi, amit megbeszéltünk, hogy ugye szábok között lehet majd megszerezni. Szóval erre már csak... Ugye a hajót azt nem tudom legyártani. És kizárólag szábok fognak tudni jelentkezni. Nomannak köszi a szábot egyébként. Hú, örcsin, ezt tudom most milyen száb volt. Ez ilyen rohadjál meg száb, mi?
És Norman feliratkozott a Prime-al, oda nézd, Norman és Norman. Tudtam én, hogy van itt Norman. Köszönöm szépen a Prime-odat, Örcsin, neked meg köszi a Normannak ajándékozottat. Bonszos. Itt a krappi, itt áll. Szabok tudnak jelentkezni. Nyomjátok. Na, leadtam a Strike the Iron-t. De várjál, előbb megnézzük. Noman, ott be van, tudod most aktiválni egyébként a kódot? Hogy jó-e? Wood tár kell hozzá. Mert ha nem jó a kód, én nem veszek senkinek. Eddig 2-ből 2 működött. Ha nem jó a kód, én nem veszek 60 euróért játékot nektek, vagy 70-ért. Az biztos. Hát az nem kell senkinek. Torpedó, ott a torpedó. Ott tessék! Ájjájáj! Na ájjájájájáj! Tehát Noman, várjatok, beváltotta a kódot, és azt írja, hogy érvénytelen. Hát ez kellemetlen. Hol próbálod beváltani, kedves barátom? Létszik, mondd azt, hogy nem a Steamen. Várjatok, várjatok. Várjatok. Azt mondja, eddig 2-ből 2 kód működött. A harmadik kódra azt mondják, hogy érvénytelen. Steamen. Hát nem Steames a játék, jó gyerek! Itt a Ubisoftba kell beváltani. Szerintem sorsold újra. Aki a Steamen próbálja beváltani, az itt, nem is értemli meg. Itt Ubisoft Connect aktiválási kód beváltása. Oh my god, hát leizzadtam, bazzeg. Krapa már látta egyébként azt, hogy neki ezt meg kell vennie. De hát biztos nem veszem meg, mi a faszból venni, dehogy is. Kellett ez neked? Kellett no, ez no. neked? Plusz 400 hajszál. Igen. Plusz 400 hajszált kell most beültetnem Noman miatt. Van Ubid is? Hát akkor légy szíves, ott próbáld meg beváltani, kedves barátom. Nem tudom, mi az, hogy Hunting Spear 1 kell hozzá? Kétsz. Ez hol van? Ez az ember, imádlak. Nem lehet érvénytelen, a videó is működött, ugyanonnan kaptuk. Tehát, hogy nem lehet érvénytelen a kód. Na, most ha csinálunk valami küldit, Avid, mert én másfél óra nem csinálok, más csak izé. Csak itt lézengek jobbra-balra. Rosszul érzem magam már-már. Én most én is idejöttem. Próbáltam volna gyártani egy dárdát magamnak, de azt írja, hogy nem. Kövi sorsolás 10 óra, 45 és 50 között. Jó? Bonsz, most azt kell beírni. Adtam le küldit, neked megadta? Mármint, hogy kapkál belőle valamit, nem? Mm-hmm. Nem. Jó. Akkor csak én kapok belőle, de nem kapsz te belőlem, az fasza. Ugye? Igen, basszeg. A kogon. Deliver. Szia, Chromex. Tavasztok. Most ezt a Fates in the Stars-t, azt hol kell leadni, te azt tudod? Contract complete, supply and demand, azt te voltál? Akkor megkapott, meg haver. Csak pont beszélgettem itt a nénivel. Kicsit csaptam neki a szelet. Unknown invitation. Hoppá! Ugye van kettő, úristen, miket kaptunk. Van kettő olyan quest, ami csak a Premium Editionhez jár, és szerintem ahhoz nekem már elkezdte bedobálni így a hinteket. Úgyhogy, ez jó. A csápihe. Mi van, Avid nem adott kódot? Ide kell jönni? Hát nem baj. Nálam hát lehet, hogy nyersz. Nem valószínű, de lehet. Nem valószínű, de benne van. Avid, figyelj. Én azt mondom, most együtt menjünk valahova küldizni. Mi szólsz hozzá? Jó. Itt neked van küld ide, hova éppen megyek? A bázison belül? Jövök veled, jövök. Nincs. De hova mész? Itt van valamit mutat, hogy oda kellene mennem, de nem tudom, hogy kell oda menni. Nem is voltam még ennek a szigetnek ezen a felén. Én is most jöttem ide először. De nem is így kell oda menni. Valahol lent van. Á, itt. Le Point Muet, vagy Muet. Jagabesz. Hallod, itt van egy bár. Krap, igen. Ott voltam valamelyik nap, de már nem tudom, hol van, de igen. Van egy bár. Én Janita Narával beszélgetek éppen. Itt, a Le Point Muetbe. Az. Azaz. Ott vagy, látlak is. Avid fűzöget. Most csapom a szelet a csajnak, látod, hogy beszélgetek de vele? Te is csaj vagy, nem? Akkor itt ollózások. Adogati. Nagy ollózgatásokba.
Ezt végig klikkelem, és akkor mondjad, hogy mit akarsz csinálni. Szerintem ez egyébként main küldi, mert sárga. Nekem a mainem az Delicate Alliance. Azt és csinálhatjuk? Plunder a Fara Settlement for Skurlock. Na, meg kell plunderölni. Az jó! Azt csináljad, egyébként nyugodtan, az azért szólós, mert át fogsz ülni az ő hajójába, és egy olyan basszú hajót fogsz vezetni. Komoli. Aha. De oda kell mennem, hogy átüljek? Fogja mutatni, hogy hova kell menned, ha trekkeled. Én egyébként ezt a küldetést nem is tudom fölvenni a csajtól. Taking the helm, mert azt írja, hogy only the group leader can accept this contract. Ez egy jobb grafikájú Sea of Thieves. Szerintem ott sokkal jobban működik a kóp, mármint ott jobban van megoldva, én úgy gondolom. Az jobban épít az így a közös játékra. Nagyon-nagyon más a kettő. Működött, Noman? Ez az. Akkor nem PS5-ön próbáltad rögbeváltani, vagy a Gogon. Steam. A mai fiatalok már csak a Steam-et ismerik, Avid. Ezek a mi időnkbe. Így van, kap valamit, ezt rögtön Steamezik. Steam. Akkor még egy utolsó kódom van viszont. Szabok tudnak jelentkezni, Bones. Azt kell beírni, Bones. Jaj. Hajóból, akkor addig elrendezem magam, ameddig te arra felemész. Mi legyen holnap a közös játék, srácok? Holnap is van stream. Mi ez a Steam, ugye? Mi legyen a közös játék? Vagy legyen több? Egy óra rajzolgatás, egy óra golfozás. Ez mi? Egy kis party animals. Pistol. Legyen az? Tetris Royale, gondolkodtam rajta. Gondolkodtam rajta, hogy Tetris... Bazd meg, az egy hajó! Hogy kerültek ide? Ó, shit, brov. Na, véletlenül neki mentem egy hajónak. És most nagyon haragszik rám. Kukoró? Jézusom, azzal te is nyomtad, nem, Avid? Hogyne. Amúgy az jó volt. Abban voltak jó játékmódok, nagyon. Azt éltem. Van egy-kettő olyan, ami szerintem nagyon-nagyon jó benne. Igen. Hát aztán vannak olyanok, ami viszont szar. Hát igen, mert ennek szerintem pont az egyszerűsége a jó. És vannak ilyen túlbonyított játékmódok benne. Ah, ja. A jövő hét az kemény lesz, Avid. De végigjátszol a Sons of the Forest 1.0-át amúgy? Hát most biztos, hogy nem. De hát, hogy Nightingale nem. Meg Pacific Drive közben. Hát nekem a Nightingale az nagyon város. Ha jó, akkor valószínűleg az jövő heti egész contentem Nightingale lesz. A Pacific az érdekel, mindenképpen meg akarom nézni, de én nem látom benne egyelőre, tudod azt, hogy mitől lehet olyan szuper. Jónak tűnik, csak nem tudom, hogy beszippantó-e. Nem tudom. Nem jutottam tovább a tutoriálon, olyan hosszú volt. Igen. Demóba. Aha. A Pacific Drive-ról beszélünk most. Igen. Hát kíváncsi vagyok rá, de... közel se annyira, mint a Nightingale-re. Meg a Sons of the Forest sztorira. Szerintem egyébként én a Sons of the Forest-tel fogom azt csinálni, tudod, hogy ez az oké, játszottunk már vele egyszer, király, hogy kijött, majd amikor így nyugi van, akkor szerintem előveszem, és akkor egyszer végigjátszom. De hogy az nincsen nálam olyan top pont, tudod, hogy úristen, most kijön, akkor most nyomni kell. Majd meglátjuk, majd a háromlábú nőre megint rámegyünk. Ezért van PS5, semmi játék. Ja, hogy PS5-re ezek nem jönnek? Hát... az a baj, akkor jók ezek a konzolok tényleg, de kell, hogy legyen otthon egy PC. Azok minden erre jön. Az összes indie fos, amit fejlesztenek, itt a három ember leül fejleszteni valamit, azt világsiker lesz, PC, bazd meg. Köszi szépen, Kötmancsa csírt, köszönöm. Nem szabad. Kell, hogy legyen PC otthon. Hát, igen. Nem, hogy kelleni nem kell, de sokkal több dolog van. De hogyha szeretsz játszani, igen, akkor nem tudom, egy konzollal úgy érezném, hogy sok mindenből kimaradok.
No Kedli, köszi az ajándékszubot. Egy PC 800-é. Dehogy is, 800-é nem kell PC-t venni. Vannak tök jó közép kategóriák. Az Indiana Jones játékot nagyon várom viszont. Az ilyen nekem való. Hát puzzle, azokat én tudjátok, hogy vágom egyből. Hát ezt vágod rögtön persze. Ja. Ez nekem ilyen... Leadtam egy questet. Kaptál belőle? Most nem még. Indiana Jones. Nem, az egy másik, az egy másik, az a Pornhubos. In Diana Jones. Aha, igen. Valami Indiana Jones-os játékot lehet most klémelni. Micsoda? Ja, igen. Az az. A Kim Eleven. Yes. De most ezt hányszor kell megcsinálni ezt a küldetést? Ha most adtam le ezt a Slade, én vissza nem ülök abba a fostalicska hajóba. Vágom a kukába. Mi jó lesz az? Ezért kellett mind a négy Xbox, PS, Switch, meg PC. Ah! Az igen! Az igen. Az Xbox-szal úgy vagyok egyébként, hogy kurva jó dolog, de az már nem is kell konzol. Tehát ott a Game Pass Ultimate, vagy PC, és akkor tényleg minden tudsz játszani. Action. Miért van még mindig itt krapa? Mondd el nekem, megcsináltam azt a kurva Thrill of the Hunt-ot, de még mindig itt van. Még mindig. Imádja. Mindig látom. Szerintem imádja azt a Thrill of the Hunt-ot, el kell fogadni. Na én most plunder, megtámadtam. Mit plunderelsz? Hát ezt a... Ja, Dedikét. Hát tudok menni? Nem? Akkor elsüllyed. Akkor elsüllyed, köcsög. Igen. Nem tűnik el. Én nem ültem át másik hajóba amúgy a videó. Nem tudom, te nem, szerintem nem erre gondoltál. Hát majd lehet, hogy a következő lesz az. Ja, lehet. Ja, valószínűleg azért meg Krappának megvan az, hogy dobd már el, Krappa, kérlek azt a küldetést. De nehogy dobom el, hát hogy dobnám már el? De nem azt, hanem a Thrill of the Hunt-ot. De át fogsz ülni abba a dóba? Mi van? Tessék! A Thrill of the Hunt-ot nekem még azért mutatja. Hát jó. Jó. Örülj neki, hogy mutatja. Jó. Okay. Csak pozitíven. Hozd be nyugodtan. 800 forint vagy 800 euró? Ja, hely. Nem mindegy. Ez most nagyon intenz. A nyomoda izét? A minder? Azt hiszem. Ez most intenzív. Hol vagy te már, Jan? Hol vagy a mapon? Bones, nagyon szép Bones, nagyon szép. Az én gépem nem volt 300k, 3 éves és megy rajta minden. Lovon. Ja, nem lovon. Ugye egy középkategóriát 30-60-nal mondjuk. Azt csinálnám, hogy megvennék mindent újján, kivéve a videókártyát. Ezt néznék egy használt jó állapotot, ezt csinál. Jó kis bányászkártyát. De várjál már! Ez kell nekem? Ez a plunder, ez nagyon hosszúnak tűnik, Avid. Az összes stage-et kell vinni, de nagyon király. Azért keresem, hogy hol vagy, mert akkor, hogyha közelbe vagy, akkor oda megyek. Gyere már! Hát itt vagyok, a bal oldalon. Pont annak a szigetnek a másik oldalon, ahol te vagy. Akkor jó. Microsoft megbeszélte a Sonyval, hogy ami Xbox-ra kijön, az PS5-re is, például a Hellblade 2, Indiana Jones, Starfield. Igen, láttam, hogy volt most valami ilyesmi cikk. Jönnek az Xbox játékok PS-re. Igazuk van, bazeg, jó pénzért, most úgyis le van gyártva a játék, nem? Például a Starfield. Igaz is lehet, hogy lesz 6 játékos annak a játéknak a végén. Így, hogy kijön PS-re is. Nem értem. Avid? Most. Ja, értem! Jó, semmi. Most várni kell a hajót. Mhm. Uh-huh. Előre longán kéne. Előre longánom van, testvér. Hát innen látod is, nézd. Jaj, ez a mi kéne, hogy látod? Kéne.
Előre nem longan kell, hanem bombard. Na én meg longanom van, tessék. Akkor kösz szépen, Ádám, hogy most miattad ráraktam a longant. Köszi. Tényleg. Azt a kurva mekkora challenge képernyő jött föl neki. Igen, az nagyon túlva. Van, amikor 720 képen jött. Igen. Igen. A negyed képernyőt eltakarja. Nagyon jó volt. Avid, meddig kell még itt állnom? Sokáig? Hát még csak a 3-as stage-en vagy, majd a 4-es stage-nél lesz izé. Most még hajók jönnek majd. Dupla XP hétvége van Helldivers 2-ben. Oh, basz, meg azzal is kéne játszani. Ugye jó. Az összes XP-met neked adom. Túl kevés idő, túl sok játék. Ezt utálom. Nyertél, Örcsin? Igen, igen. 3 darab pofont, kérlek jelentkezz. Kill all enemies. De hát nincsenek. Már jönnek. Vannak. Vannak! Na, akkor most ezt fejtsük meg, hogy ezt hol kell leadnom ezt a szart. Jó. Kapogati. Én vesz az idegettől komolyan. Tehát ez, hogy hol adom le a küldit, meg nem adom le a küldit, tehát kóba vagyunk, látom a hülye küldetéseidet neked is, nekem is, mindenkék, és sehol nem tudom, hogy hova kell leadni. De a küldinél szokta írni, hogy report to valakinél, nem? Fresh exotic vers in the corrupt company officer's delivery crate. Na hát ja. Ebből nem tudom, hogy az hol van. Na, az fasza. Foglalom, továbbra is foglalom. IKEA-nál? És olyan oda szörnyű az IKEA amúgy már. Nem lehet bemenni. Ja, látom, hogy hol vagy. Nem, odananá, hogy nem lehet fast travelezni, de... De alád igen, az jó. Gyere, fast travelezz alába, vid. Gyere. Fast travelezök alád. Milyen este 8-kor? Nem olyankor fekszek amúgy. Most tudom, hogy azt hiszitek, de nem. Nem, tényleg nem. 8-kor már bőven, tehát mi? Nem szektor. Elvileg Mother of Shipwrecknél van egy korrupt company officer. Uh-huh. Na, én most elfordulok itt jobbra, és ott van Krappa, már látlak. Na, hát konkrétan ide jöttél az utolsó fél percre, köszi. Nagyon helyes. Jó, de még mindig van két enemi, amit nem öltél meg. Hatalmas segít. Igen, mert most jöttek be ebbe a pillanatba, most fordulok rájuk. Very hostile, due to nearby party member. Na jövök. Wow. És azonnal meghal. Jó lenne, csinálnál valamit. Partiba játszunk, ezt egyedül kell csinálnom. Figyeljed, megy oda. Azt nézd, figyeld. Dír. Azt a sebeztél rajta 3-at? Wow! Nem, találtam. Azt viszont elsüllyesztettem. Nagyon szép! Ajaj, Andrút nekem jön. Andrút! Teljesen hülye. Na tessék, ide jövök, nézek, hal. Figyeld? Kösz, Avid, köszi. Ennyi kellett, csak ide kellett jönnöm. Azt a milyen epikus robbanások, te jó ég. Hát ezt el sem hiszem. Nem hiszek a szemeimnek. És rányomtam én is nem plant. Tudom mi ez most szektor, most nem szeretnék. Nem, újra indul. 200 ezer forint lesz ez most neked, hogy ezt megnyitottam. Ja, creating video from text. Ja, igen, ezt láttam. Dura dolgokat csinál. Megvan. Kész. Befoglaltuk. Király. És sört lootolok, vagy nem tudom, valami üvegeket. Igen, nálam, igen. Take me home. Fasza volt. Kány. És most ezt le kell valakinek? Az jó! Oda-oda kimegyünk, 18 perc, Avid. Ott van lent, már mehetünk is. Na, oda biztos, hogy kimegyünk. Be lehet ütni Krappa Stream R6-tal. Ja, hát csináljátok rólam. Mi lesz a kövi konzoljuk, ha tényleg PS4 erre lesz, akkor boldogan váltok majd. Ja, ezt a izére írod. De ne ilyen deepfake-et.
Nintendo-ra. Kormányinfót nézel? Most van kormányinfó? Na. Az jó. Ott kell leadnom nekem. Mother of the Shipwreck. Nagyon jó. Ahova megyünk, ott kell egyébként nekem mást is leadni. Ja, pénteken volt. Igen. Mm-hmm. Barcelonában van-e IKEA? Nem tudom, nem voltunk IKEA-ba Barcelonában. Nem voltunk. Csak a Margóra megjegyezem, hogy vitorlát kellett volna váltanod, mert így nincs kész a küldi. Ja igen, neked van egy olyan, aminél speckó vitorla kell. Baszd meg! Ja, és most úgy csináltad meg, hogy nem volt az a vitorla fönt? Talán. Szerintem Norman barátoddal beszélj össze a Steam-es Ubisoftossal. Na, valaki váltsa el ezt a pinket mögöttem? Olyan ideges vagyok. Elgörbült a hajóm, vagy nem tudom, tehát másfele ment, mint amit én akartam. Igen. 5 óra múlva lesz száraz a székem, azt mondták, hogy extra mennyiségű fingot kellett belőle. Úgyhogy az nem 3 óra múlva szárad meg. Ez hülye. Tartó itt, kösz szépen a Prime-odat, haver, kösz így. Most már te is tudsz indulni, nyeremény játékért. Fing és némi soft. Na jó, enough. Kösz szépen, Tatuid. Felkiáltolja a Bones, utolsó kulcs, utolsó szaboknak, utolsó sorsolás. Felkiáltolja a Bones. Ott van már a piros zászló. De azt meg kell ölni, nem? Azt a hajót. El kell süllyeszteni, nem? Így van. Negyediket megnyered? Csak nem. Csak nem. Sose kell fel... Nem, eddig se kellett, és most se kell felkiáltója. Ott van már, megjelent a HP-ja. HP-ja? Nekem még nem. Ta. Nézd rá, R betűvel. Ja. Én nem néztem rá, de nekem... Igen. Ha ő az, mehet? Már megy is. Eltalálom? Nem, ez még messzebb van. Nyugi, én eltalálom helyetted is. Ez visszalő amúgy? Elég erőteljesen. Ja. 4000-eket lövök rá, Avid, mi van? Nagyon mi van jó. Veled? 5900. Most 1000. Merje, oldalról kell a tearing ágyúval. Azt a kurva mekkorát lőtt. Van egy olyan fegyverem, amivel hogyha a izére tudok lőni, akkor lelassítom. Komolyan. Ilyen lassító effekt van rajta. Hát így szétszaggatja az árat. Most a muskéták nagyon nagy ötlődtek most rá. Lemuskétáztam. Ajaj, elmegy, utána kell menni. Nem, én stoppolom. Nagyon is kaphatná, ha eltalálnám. Én befékeztem itt. Azt látom, de azt vágod, hogy nem nagyon fékezed, ugye? Tehát ő megy. Tudom, de azért, mert már megkerült. Ja. What the fuck? Azt a kurva! Nagyon figyelj, nagyokat kapcsolat. Figyelj, dobom rá egy molotovot, figyelj, kigyullasztom. Az mekkora? Nekem nem muskéta van, hanem nekem molotovokat dobálnak rá. Lehet azt is változtatni, hogy nem muskétát használj, hanem molotovot például. Hogy az mitől jött, hogy muskétád van. Nekem de... is volt, aztán egyszer csak átalakult molotovvá. De kurva jó. Most hajótól függ, azt írják. Ja. Aha, nézd ki, gyullasztottam. Nice. Igen, megy le a HP a folyamat. Nálam is látszik, hogy ég, aha. Abszolút. Muskétázom. 17 000-et sebez a muskétám rá amúgy. Azt vágod? Az mondjuk.
Az mondjuk finom. De szó sem mindenképp megöljük. Dobom. Hát ez mindjárt meghal. Ott van, ki is gyulladt. Nagyon kapja tőlem. Is. Easy. Ott is van. Na csumi! Zsír. Hát ezt easy belsülyeztettük. Az igen. Treasure chest, meg ilyenek. Legkomolyabb. A kis csicskákat. Hogy? Milyen csicskákat? Ja? Ja, látom. Jó, fel is híláltam gyorsan. Itt nincs friendly fire? Hát szerintem lehet, hogy van. Nem jó, az is elsüllyed. Vigyázz, mert egyébként te most nagyon kapodott. Bírja a hajom most. Az is süllyed. Nice. És még mögötted van egy. Meg még arra az irányban, meg még kettő. Oh. Menj már innen. Fire away! Ennél mondjuk már valami komolyabb fegyvereket kéne felszerelnem, azt bevallom. Nem érzem, hogy ilyen átütő lenne. Slotoznom kéne? Lehet. Ja, shotozni! Ja! Ja! Ja, Sea of Thieves! Ja, slot! Nem lehet inkább a slot? Nem lehet inkább nyerőgéphez? Ja, amit elfelejtettem mesélni! Na, azon szartunk be! Ugye, de rengeteget sétáltunk, és kb. 20 méterenként vannak ilyen beülős helyek. Kávézóktól elkezdve, kajárdák. Ilyen picik, tényleg ilyen 20 ember tud maximum bemenni. De rengeteg, de több száz. Pékség minden, és minden egyes ilyen helyen van nyerőgép. Komolyan? Két-három nyerőgép be van állítva, és mindelőtt ülnek, bazd meg. És folyamat. Hallod? Bemegy, kér egy hamburgert, vagy egy szenyát, vagy bármit, egy kávét, és ott a kávézóba leül, bazd meg, nyerőgépezni. Az igen. Mindenhol van. Nagyon durva. Nagyon komoly. Közben dumázgatnak, meg mit tudom én. Ezt nagyon furcsáltuk. És nyeri a milliárdokat, gondolom. Ja. Gondolom. Ez hol volt? Spanyol Barcelonában voltunk. Este héten. Igazából ez csak felétek közli, mert az ugye elérhetőbb, de egyébként Vegasban voltak. Ja, Vegasban, ja. Egyszer elmennék Amerikába, de azok félek, hogy lelőnek. A droppokat hol kell beváltani, bandita? Hát van egy ilyen, hogy raktár. Nem a Steam-en, van egy ilyen, hogy raktár, és akkor ott be tudod váltani. Kiratka, köszi az 51 hónapot! Köszi. Mész haza az asszonynak, mondod, ettem egy hamburgert, tudod, mennyibe került? Hát 1000 euró. 1000 eurót fizettem a végén. Ja, basszus, ki kell sorsolnom az utcsó kulcsot, Avid. Jó, miad. De ez mi itt, ahova megyünk? Mi ez a kérdőjel? Hát ez fedez fel ezt a területet itt, ami ja, jó. Oksa. Én nekem ide kellett hoznom egy küldetést elméletileg. Bones a szuboknak, Bones. Ja, ide kell beraknom a cuccot. Oké. Okay. Hát, ugye. Kis 16 éves Avid. Ide kell beraknom a cuccot. Hát rész, inkább azt mondjad. Kaptam. És jó cuccokat nézek, kalapot is kaptál, meg minden. A kalapot is, meg minden. Na, utolsó lehetőség, srácok. Cubokból veszi a drága hambikat. Miért? Krapa már elkanászodat, tehát széttömitek pénzzel, azt nézed, hogy minden. Ja. Ahelyett, hogy contentet csinálna, nem? Na, ott lőttek szét engem. Tűnünk balra. 4000 forinttal fizettünk többet a repülőjegyekért, mint hogyha anyámékhoz mentem volna haza Vas megyébe vonattal. 32 helyett 36 volt.
32, ha hazamegyek, Körmendre bazd meg. Érted? Fostos mávval. Zöld torpedót, krappa. 68 damage-et csinál a torpedó. 3. 2. 1. Neomer! 5 éve követő! Megérdemli. Abszolút megérdemli. Szeretnék nagyon gratulálni Neomer a nyereményedhez. Ez igen. Ennyi bazd meg. Ő beletette az időt. 5 év. Torpedót hova érdemes tenni? A hajóra. De előre, hátra, jobbra, balra. Na, 4 darab Skull and Bones kódot sorsoltam a mai napon, Avid pedig tegnap, úgyhogy én azt gondolom, kitettünk magunkért, Avid. Az biztos. Kitettünk magunkért. Úristen, ez a torpedó nagyon kellene, de nem tudom melyik oldalra tegyem. Jó, ki, kiteszem, hogy milyen jó. Krapesz? Ki az a krapesz, te? Búzesz. Nyugi. Búzesz. De hát ez is MC Isti. Tudom, írogatják neki. Milyen pityesz? Ki az a pityesz? Te kinek írogatod, hogy pityesz te? Búzesz. Ki vagy tiltva? Szóbb le anyát. És ennyi a videó. Nagyon jó. Jaj. Hol kell? Ja, itt kell. Á, Örcsin, sajnálom tényleg. Ötös lettem ezzel a torpenyóval. Sajnálom mindenki, sajnálom mindenkit, aki nem nyert. Az van, gyerekek, hogy nem végtelen mennyiségű kulcsokat kaptunk, amit nem értek, hogy miért, tehát simán megte. Nem. Manage ship. Figyelj. Most felraktam a torpedót. Nyisd ki a ládáidat, mert lehet, hogy te is kaptál már torpedót. A ládáimat? Aha, nekem volt ládám, és a ládába volt a zöld torpedó. Amúgy van? De ez csak na. Színek? Olyan ládába volt. Először ez oké, okay, és a következő... Nem, csak ruha. Francba. Nekem egy olyan volt. Mindig Avid kapja a jókat. Avidnak olyan könnyű. Legendary Treasure Map event. De most már nincs rá idő, nem? Mert eddig tervezted? Hát még vagyok egy negyed órát. Elmehetünk arra az eventre, ha szeretnél. Én szeretnék. Te szeretnél? Menjünk, nézzük meg, hogy egyáltalán hogy kell, vagy hol van. Na, komoli színeket kapok egyébként. Várjál. Így perc. Minimum recommended ship rank 5. Participant. De oda nem érünk oda, krappa. A bal oldalra rakok egy ilyet. Aha. És akkor baziliszkusz. Én már szeltem is. De hova? Mert az a baj, hogy innen vagy fast travelezni kellene, mert látod, tehát nekem van piros küldetésem több is. De az 4 perc, és az nagyon kint van. Hát mondjuk, engem. Ha fast travelezünk haza, meg lehet egyébként. Na gyere, meg lesz, gyere. Jó, várja, előtte bal klikkelj rá, hogy join event. Tehát most akkor már joinoltunk legalább. És akkor fast travel haza. Jó, joinoltam. Azaz, baj, fast travel. Hát akkor muszáj akkor hazamenni. Akkor már tudjuk, hogy Krappának miért nem lesz esküvője, mert elvesztette nyerőgépen. Ha. Jó, jöttünk haza a reptérről most éjszaka, és már hajnal 4-kor nem volt kedvünk nyilván buszozni egy másfél órát, úgyhogy hívtam egy taxit, és így előjött a szó erről, és mondja, hogy most lesz az esküvője, tudod, a taxisofőrnek. És mondom, figyelj, indiszkrét leszek, de mondjuk nekünk is lesz, és hogy majd így hogy tervezzek, így mennyi? És így rám néz, 10 millió. Jaj, dehogy is. Mondom, tessék! Szerintem, mert nagy a család az asszonynál, és 150-en lesznek. Jó, hát akkor persze meg is értemli. Minek veszel olyan nőt, akinek ekkora családja van, nem? Miért nem mondtam? De mondja, hogy az após fizeti. Ja, mondom, hát igen. Úgy könnyű. Ja, várjál. Most rajtunk van ez a jel. Igen. De még oda kell érnünk 2 perc alatt. De úgy tényleg? Ezt nem értem. Akkor miért van rajtunk már most a jel? Nem tudom, de 4000 métert kell megtenni, és most azt nézem, hogy azt tudnám. Írják, hogy ez PvP event, és meg leszünk rakva. Nem baj. Ja. Én most akkor megpróbálok itt átvágni. Nem baj. Érted?
A francokat annyi. Hát azt mondta egyébként, hogy ők is úgy vannak, mint mi, hogy az ország két feléről, tehát a kettő között lesz az esküvő, és tudod, szállást bérelnek nyilván, hogy aki eljön, az nyilván ott tudjon aludni. És hát az baj, hogy nekünk is így lenne. Itt nem fog átférni. Csabi! Nem fér be! Köszönöm a Prime-odat, haver! Meg. Jó. Kösz szépen! Engedjük el, Krappa, ebbe se fér a hajóm. Szia Zoli, szia Sündör, jó reggel, szevasztok. Én nem is arra mentem, nem is gondoltam, hogy ott elférnénk. Hát én azt hittem, hogy átférünk. Kösz Csabi, köszönöm a Prime-odat. Pedig rendes, nagyon vagy. Nagy lendülettel mentem. Jaj. Ó, hogy az a... De nyilván azért 150 ember az sok nagyon. Nagyon hát sok. Annyi embert összesen nem ismersz, tehát hogy... Ja. Nálunk szerintem ilyen 60 ember lenne kb. 20 a család és 40 szub. Nem, csak a tier 3-asok, tehát kettő. Ja, kettő szám. Nálad is akkor úgy lenne. Csá, Csabi, köszi. Csá. És mi van akkor, ha nem érünk oda 50? Én is erre vagyok. Én is erre vagyok kíváncsi. Ti 24-en voltatok? Jó, de bazdik, nálunk 24 az olyan közeli család, hogy anya-apa. Nekem van 10 apám. nem, de bazdik, 24 az nagyon kevés. Oda akkor konkrétan csak tényleg a nagyon-nagyon szűk családot hívod meg. Ilyen javít, megkérdeztetem, hogy így... hogy így amúgy mit csinálsz? Ott egy hajó, megöltem, így se érek már oda, 20 szek. Te se érsz oda. Megye majd az esküvő, igen. Majd közvetítem, mint a Berki a szülést. Csak a közeli rokonság 50 fő nálatok. Hát basszus, ha azt számolom. Hát még az unokatesók azok közeli rokonok, nem? Tehát most az unokatesódat csak meghívod. Hát csak olyanokat kell meghívni, akik nagyon sok pénzt adnak, és akkor így nullára jössz ki, vagy még keresel. Tehát telepén az első ember, aki úgy rakja össze az esküvét, hogy több pénzzel jön ki, mint amennyit belerakott. Mi most szervezzük kb. 100 fő, szűk családi, kör plusz barátok, 90-100 fő, 5,5-6 milla. Hát igen. Nincs semmi gond, hogyha nem értek oda időbe. Jaj. 6 millió forint. Ott is van valami. Jézusom! De az például mit akar? Tehát ez is meg akar halni. De amúgy én most tényleg nem akarok izé lenni. És most én most tényleg nem akarok köcsög lenni, hogy jó, akkor izé, család meg ilyenek. De 6 millióból ketten a Beussal elmegyünk a Vegasba, ott összeadnak, és még egy, nem tudom, egy valamilyen kibaszott nagy hotelbe lakok egy hétig. Oké, Krapa, és az egy geci durván jó. És az mondjuk egy ilyen, az a víz alatti, nem? Aha. Azt az legelső bétába próbáltam, és brutálisan imádtam. Király. És akkor mondjuk az egy életre szóló élmény, érted, hogy azik elmentünk Vegasba, és ott összeadtak. De még az is megvan, szerintem 3 millióból, nem hogy 6-ból. Jó, de hát akkor ha már Vegasba adatod össze magad, akkor alap, hogy egy koreai Elvis adjon össze téged egy ilyen... Hát szépen. Persze, olyanra gondoltam, hogy valamit tudod, ahol hogy tálnak sorba az emberek, hogy összeadják őket. Ami annyira meghit, hogy öten álltok sorba arra a 4 perces session, ahol a koreai Elvis olvassal, vagy rád olvas valami irgalmatlan igen. Nagy cigányátkot, és igen. Utána megy tovább. Megvan a legendás treasure viszont. Igen? Defend your ally. Jó. Oké, és most mit tudsz? Avid, nyugi már a listán van, mint aki sokat adna. Ja persze, Avidot persze, hogy meghívjuk, basszeg. Én lennék az, aki izé felcímkézi Avid boríték, és belerakok egy kakaós csigát. Az a baj, hogy kinézem belőled. Te figyelj, te vetted fel a napot, hova kell menni? Honnan tudjam? Mi ezt jelzi nekem ilyenkor? Hát nem tudom, azt mondja, hogy hunt down the legendary map. Tehát, hogy legendary most... map pro possession head for the marked outpost. Na, akkor te... Ja, itt. Nem, az én vagyok. Nincsen.
Van, tehát biztos, hogy látnod kell valami. Olyan ilyen messze? Van. Nem tudok ki, ott van. Pingelj rá, jobb klikkel. Megvan, megvan. Oké, okay, az 7000 méter, az nem is vészes. Fordultam. Én is. De csá, Bruti, valamint mondd, indítson már szavazást, hogy megéli a házasság az első évfordulót. Bruti. 10 éve vagyunk együtt. 10! Jaj. Kemény lesz oda eljutni, de... Figyelj, most már... Most legalább visszakapom azt, amit az előzőnél Krappa, nála van a map, ő fogja lootolni, tehát konkrétan zéró dolog az, amit én ebből profitálni fogok, de elkísérem. Figyelj, Krappa, mondom a tutit. Igen. De is figyelj. Igen. Múlt héten kollégám jön leadni az adókedvezményes papírt, meg ilyen első házasok kedvezménye, anyakönyvi kivonat, hogy összeházasodtak. Igen. Mondom, erre kell gratulálni? Vagy nem tudom, hogy mit szoktak erre mondani. Azt mondja, hát figyelj, 30 éve vagyunk együtt, és most úgy gondoltuk, hogy akkor már házasodjunk össze. Azt a kurva. Úgyhogy Bea, van egy rossz hírem, még kurva sok ideje van rá. Hát akkor, figyelj, hiába 50 évesen, akkor is első házasok leszünk. Így van. Hát ez teljesen jó. Ráér az még akkor. Igen. De... 6 millió esküvőre bazdmeg. Ilyen vagy. Nekem volt egy haver... Én egyszer sem. Azok is együtt voltak már 15 éve, egyszer kitalálták, hogy összeházasodnak, majd fél év múlva szétmentek. Na hát ez az! Ha most minden tökéletesen működik, akkor minek? Hallod? De itt kezd nagy hullám. Mi az a hullám ott nála, David? Nem tudom, de nekem konkrétan rá kellett fókuszálnom. Nekem is. De figyelj, neked a hajódnak nem sok HP-ja maradt. Mi volt ez a hullám? Mi a szar? 70%-át elvitte a HP-mnak. Mi a szar? Örülök, Neomer. Hallod, nem PvP-be fogunk meghalni, hanem a tengerről meg. Ja, adom. Brace, védekezni kellett volna, én meg levettem arccal, jó. Ennyi cápa. Ha elvagytok, méne. Oh-oh. Te is kapsz egy olyan hullámot? Hát most is szörfözök konkrétan a hullámokon. Hát figyelj, olyan izéket kapunk. Ez brutál, de jól néz ki. Még meg is előzöl, olyan izéket ír le nekem a jövőt. Egyenesen még nem mentem szerintem. Ádám. Amúgy Hirks kb. Ilyes. Vigyázz, droppa, jobbra! Nyugi, látlak, nyugi. Azt mondták, hogy... De miért lőnél meg? Mert nem voltunk benne biztosak, hogy van friendly fire, de van, látjátok. Kurva jó. Kettő millió volt az esküvő, és 3,5 millió jött vissza, azt írja Sanyesz, úgyhogy Krappa. Ja, mikor? Szerintem... 2006-ban? Szerintem erre építeni kell akkor egy bizniszt. Utóbbi egy évben megtriplázottak ezek az árak, úgyhogy... Oké. Nem tudok jobbra menni. Hallod, úgy vissza... Nagyon durván alig lehet kanyarodni egyébként. Nagyon. ...2019-ben házasodtak. Jó, hát 19-ben, bazdek, Covid előtt, hát akkor izé volt még. 100 forint volt egy adag kaja. Most csak 3000, meg 4000. 19-ben. Nagyon rég volt az már. Már nem olyan világot élünk. A házasság felesleges, ha két ember őszintén szereti egymást, csak egy papír. Hát jó, hát csak egy papír, de elmész lakást venni, akkor nem csak egy papír. És felolvastad Krappa derekáról a tetoválást? Nem kell egy stand-up műsor az esküvőre, ismerek valakit.
Hát figyelj, Bruti! Az mi? Az egy 8-as hajó, aki nem biztos, hogy minket akar. Az egy 8-as hajó, úgyhogy én megyek el innen. Vigyázz, rogue wave, mindent meg lehet beszélni, Bruti. Jön valahol egy durva hullám, krappa. Hát gondolod, egy 20-as félre tudok rárakni. Meg ehetsz az esküvőn. Talán csak 2000 méter. Brészelek. Brészelj, nagyon szeretem, amikor brészelsz. Jó, kivédtem ezt a hullámot, de mégsem. Itt valami indiai zászlót lootolok egyébként, finom, szeretem. Krapa, ez a 8-as, ez engem rak. Minek mentél oda? Abból az úti költséget se jön ki. Minek költöztél olyan messze? Egy durván kockózik rám, krapa. De mi? Hammerrel jössz, hogy olyan sokat fogyaszt, hogy mi? Kitérés! Kitértem a torpedó elől! Bazd meg! Ne! Az nem jó. De jó. Pont felém jött a torpedó, de addigra a vége lett. Ha mi lenne, hogyha megölnénk akkor őt? Egy 8-ast. Egy 8-ast? Sok sikert hozzá, én megyek a treasure-höz. Nyomd le a HP-ja. Oké. Nyomod. Na jó, de hát krapa, ő jön utánunk. Látom, te se vágod az úti költség fogalmát. Nem tudom. Te ma minden benne kell, hogy jön az úti költségbe. Én csak vicceltem ezzel a 20-assal. Kitérés a torpedó kell! Ne! És figyelj már, ismersz másokat, akik olcsóbban vállalják. Bazzik egy izérted, Bank Dénes olcsóbb, akkor... Alad. Figyelj, hogy itt van valami fehér karika, a felé kell mennünk? Nem, az már a izé, a Glória, meghaltál a vid. Az nem, a fehér karika. Igen, mellett van egy fehér karika, mert te most csak X-eltél valahol. Ja, igen, de szerintem az, fel kell fedezni a szigetet. Ja, jó, akkor én a szigethez jövök. Mert a treasure, gondolom, a szigeten van. Igen. 2009 óta ismerjük egymást, 12 óta vagyunk együtt, 20-ban házasodtunk össze. Akkoriban nem volt drága az esküvő. És itt... Kinek itt mi a drága? Nekem 1 millió is drága esküvőre. Na, jó, megvan. De 3 millió érvesz gépet a csávó, érted? Hát, biztos nem. Egy kard beleszúrva a földbe. Látom. Aha. Jó, figyelj, Cutthroat Cargo Rescued, tehát igazából jók vagyunk, mert... Mert sikerült megcsinálnunk, hogy eljutottunk egyáltalán idáig. Ha lenne pénzem, én Brutit felkérném sztár vendégnek. Igen? Hát jó, hát ha lenne pénzem nekem is. Azt érted. Itt egyébként mindenféle nótokat, meg ilyen izéket is találok, azt nem tudom, hogy ezt érdemes-e fölvenni mindenkinek. Látom, te staminás izét találtál. Igen. Igen. Rossz Iron közel van a karakter most. Templomi esküvő is lesz. Nem lesz templomi. Egyébként ilyen költségcsökkentés szempontjából például lehet egy... Nézd, itt van egy kard. Itt van! Nálam van. Jó. De nincs is. Hallod? Na most gyere ide hozzám, nem tudom, látsz-e engem. Látni láttak. A kard jelöli a helyét. Uh-huh. Na most nézd meg, hol a kard. Konkrétan benne, a bokorban. Jó, de megtaláltad, az a lényeg. Tök fölösleges oda menni. Na most kaptam Bazilisk 2, Tavid. Meg ilyen fegyvereket, hallod? Hallod? Az igen, Baziliskus. Az viszont, hogy a szigeten se látlak téged, az nagyon vicces. Igen. De ide nem is teszi ki ezt a fegyvert ilyenkor. Csak a... Lehet, hogy ilyenkor nem magát a fegyvert találom meg, hanem csak a tervrajzát? Az lehetséges szerinted? Simán blueprintet találsz szerintem. Na várjál, ingyen visszamegyek a hajóhoz, és megnézem, fel tudom-e rakni. Nem, hogy nyomj hosszan Y-t, és akkor nem kell visszamenni a hajóhoz. Bazd meg! Én erről miért nem tudtam eddig? Ez minden szigeten így van.
Nem, én ezt a Basilisk 2-t ezt megtaláltam és fel tudom rakni konkrétan. Ah, jó, akkor konkrétan a fegyvert találtad. Igen. És merre fele menjek? Mármint ilyenkor nekem van még itt szerintetek dolgom? Vagy megtaláltad, készen vagyunk ezzel? És te nem is kapod meg ilyenkor, mert ezt már múltkor néztük, hogy... Semmi. Ilyenkor te lootolod, az cső. Ja, hogy itt lootoltad. Ja, látom, itt állsz. Nem, hol van? Basszus, most eljöttem onnan. Hol volt? Már nem is emlékszem. De úgy volt, hogy a kard konkrétan benne volt így a bokorba, és vedd észre. Nem tudom. Én találtam ilyet. Ja. Hát, ha blueprintet találsz, azt látod, hogy papír. Ja, ez viszont nem az volt, ezt egyből fel tudtam rakni a hajomra, úgyhogy ez fasza. Tök ez fasza. Igen, ez amúgy jó. Viszont ez a része szerintem fura, hogy együtt csináltok valamit. Igen. És utána a kultkori streamen mindent én lootoltam. És aha. Az, akik meg veled jönnek, azok... Igen. Furán van megosztva a loot rendszer. Ez furán van megcsinálva a loot rendszer. Az biztos. Na jó, van Avid. Jó. Mit játszol még? Megkérdezhetem? Mindjárt mondom neked, hogy mik voltak azok a játékok, amit így klémeltem. Hogy hátha érdekes lesz majd neked is. Hallod, 108 sült banánt gyártottam le. Oké. Jó. Szeretnék hozzá gratulálni. Na,